karácsony óta a programunk változatlan. Annyi különbséggel, hogy látjátok, most már egy kancsóba is hozok ki tejet, és nem csak az egyliteres cumit használjuk, hanem most már bizony több mint 2 liter tej elfogy, amit a bárányok megisznak egy barátomtól. Kaptam 2 elárvult bárányt, és aztán kaptam még így most 7 bárányt szoptatok, és bizony így éjszakánként is 4 óránként fölkelünk, és még mindig adunk nekik inni, viszont nagyon szépen növekednek. Így fogjátok látni, ez a kis fontos bárány, csak 2 napos, és az édesanyjának semmi teje nem volt. Ez az első, akit szokiztatunk. Tehén tejet iszik, természetesen ilyen 38-39 fokra fölmelegítve, azért, hogy ne kapjon tőle hasmenést. Tehén tejen a bárányok tökéletesen felnevelhetőek, nagyon szépen és gyorsan nőnek tőle, csak kérdés ugye az itatásnak a sűrűsége, és mondom, ez a 4 óra, ez 3 hetes korukig elkerülhetetlen, de mivel nekünk nem egy korcsoport van, hanem folyamatosan érkeznek a báránykák, ezért folyamatosan 4 óránként szoptatunk. Na, és egy ilyen bárány, hogyha megnézzük, 1-2-3 deci tejet ivott meg, még fog inni. Lehet, hogy nem most, hanem a végéig, hát a következő. Éjség függvény az, hogy milyen erőszakosan lépnek fel a cumjére bárányok. Itt van nagyobbak, de természetesen ugye a kicsik is közöttük vannak, ezért a kicsiket ölbe szoktam venni, hogy nehogy ilyenkor a nagyobb lélekű és idősebb társaikéket eltapossák. Folyamatosan van előttük széna, és indítótáp, ez a biztos záloga az a túlélésüknek, valamint, hogy a széne előttük van, így a vizet sem lehet elhanyagolni, tehát folyamatosan víz is van előttük. 1 hetes kortól kezdve már eszik a szénát, szépen pont ott a háttérben látszik egy fehér színű bárány, amint tejivás után kicsit szénázik. Egy csodálatos időtöltés a báránynevelés, nagyon hálás dolog. Ezek a bárányok azért élik túl ezt az egészet, mert mi kitartóan, és tényleg óramű pontossággal szinte 4 óránként itatgatjuk őket, langyos meleg tejjel. Viszont kitartást kíván, az biztos, és elég fárasztó is ez a folyamatos ébredés. Már nem kell felhúznom a telefonomat este 11-re hajnali 3-ra, hanem automatikusan itt vagyok kint, hiszen magamtól ébredek. Így néznek ki a tejtől jól lakott bárányok, rögtön van idő rosszalkodni, felugrani arra a rekeszre, amin ülni szoktam itatás közben, és szépen látszik, hogy egy-egy bárány oda a raklapok közé betűzködött szénából szénázgat, pedig ők még csak néhány hetesek. Ott látszik az ivóvíz, és mellette az abraktakarmányok is. És akik nem hiányozhatnak egyetlen egy éjszakai bárányitatásról se, Bodócki Micike, a cica, amit a Julianna tanyáról kaptam, és Lecsó kutya, akinek az a feladata, hogyha megnézzük, hogy az ajtóba ül, és közben a karámból esetleg ide betérő birkákat, ott van Furmint kutya is, a magyar agár, nem engedi ki szökni az udvarra. Tehát szépen keresztbe fekszik, elállja az ajtót, és a birkák tisztelik is a kutyát, és tudják, hogy ha a kutya ott ül vagy fekszik, nem lehet kimenni. Okos vagy, Lecsó, jó van, okos vagy.